Egy lehető termésű különleges cserje a kertbe. Szervusztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Maróti Dániel vagyok, a Banánfa.hu főkertésze. A növény, amit a kezemben tartok, az Arbutus unedo, a nyugati szamócafa. Nevét onnan kapta, legalábbis a nyugati kifejezést, hogy az Atlanti-óceán partvidéke mentén egészen délnyugat Írországtól le végig a Mediterránumig elterjedt, a fagytűrése ennek köszönhetően kiváló, tehát mínusz 15 fokig teljesen fagytűrő növényről beszélünk. Különleges szépségű ez a növény valóban, és ezt a szépségét több mindennek köszönheti, az egyik nagy különlegessége, hogy egyidejűleg hozza a virágait, amik egyébként rendkívüli módon hasonlítanak a gyöngyvirágnak a virágzatára, virágaira, és egyszerre vannak rajta ezek a 2-3 cm átmérőjű piros kis labdacsok, amik rendkívül mutatósak, és amellett, hogy mutatósak, ráadásul jó ízűek és ehetőek is, ráadásul tele vannak vitaminnal. A másik szépsége a növénynek, hogy mint látjátok, a friss hajtásait szinte teljesen pirosan hozza ki, és a növény szárai is tűzpirosak, Úgyhogy rendkívüli módon nagy az esztétikai értéke ennek a növénynek, a mellett, hogy ehető terméseket hoz. Maga a növény levelei és a növény habitusa nagyon hasonlít egyébként a babéréra, tehát a babérhoz hasonló cserjéről vagy pici fáról beszélünk, amely a természetes élőhelyén eléri az 5-6 méteres magasságot is, nálunk kiültetve általában másfél-két, esetleg 3 méter magasra tud nőni, szóval inkább egy kisebb cserje, vagy egy nagyobb cserje és egy kisebb fa, amiről szó van. A növényt ültethetjük kertbe, szabad földbe, de mindenképpen védett helyre ültessük, hiszen a fagytűrése mínusz 15 fok, tehát ennél hidegebb nem érheti. Vagy ültethetjük dézsába, dézsás növényként nevelve egyébként ezt a növényt mindenképpen telejtetni kell, tehát dézsában ne hagyjuk kint télen, hanem a leghidegebb hetekre, hónapokra mindenképpen tegyük be egy fagymentes helyre, pincébe, garázsba, nehogy a földlabda a cserében dézsában összefagyjon. Metszéssel alakítható a formája is egyébként, és ezeket a virágokat és terméseket, amik mondtam, hogy egy egyidejűleg vannak rajta, ezeket ősszel hozza, és ősz végén érnek a termések. A terméseknek jót tesz, hogy egy kicsit megcsípi a fagy, a hideg, akkor válnak igazán jó ízűvé. A Arbutus unedo jól bírja a messzes talajokat is, tehát a talajban nem válogatos, kimondottan jó méztűrő, tehát messzes talajokra is bátran ültethetjük. A banánfa.hu kínálatában a kezemben tartott növényt találjátok meg. Ezek a növények fás szárúak, már, már fagytűrőek, tehát a kertbe azonnal kiültethetőek, kb. 80-100 cm magasak, és egyébként egy cserében több tő található. Keressétek a honlapunkat, a banánfa.hu-t, valamint, hogyha szeretnétek velünk tartani a továbbiakban és akkor iratkozzatok fel hírlevelünkre. Szervusztok!